Köszönöm én is a pedagógus kollégákat, illetve külön a szervezőket is, illetve ezúton szeretném még egyszer megköszönni az ismételt meghívást. Engem egy olyan témára kértek fel a mai napon a szervezők, ami úgy hangzik, hogy kreativitással a hatékony tanulásért. Miért is kaphattam én ezt a felkérést? Az előző fél évünkben volt egy olyan képzési alkalmunk középiskolás diákok számára, ahol ezzel a címmel tartottunk számukra egy tréninget, egy szombati tréninget. Ezt úgy kell elképzelni, mint egy középiskolások számára szóló, a középiskolások nyelvén előadott, megfogalmazott tudományos konferencia. Ezeken a KP szombatokon, ami a középiskolás program szombati képzési napjából eredeztethető a rövidítés név, ezeken 100-150-200 fő középiskolás diák szokott jelen lenni, a szabadidejét feláldozva. Én arról fogok most önöknek, nektek mesélni, hogy hogyan lehet az, hogy egy iskolán kívüli tehetséggondozó programba gyerekeknek nagy számú tömege választja a tanulást, a képzést, akár még hétvégén is, mondjuk a számítógépes játékok, vagy a YouTube, vagy az Instagram celebek hívogató programkínálatával szemben. Hogyan is lehet akkor motiválni a diákokat? Én úgy gondolom, hogy a kollégák inkább találkoznak ilyen típusú problémákkal az iskolában. Hogyan szeretessük meg a diákokkal a tanulást? Hogyan motiváljuk őket arra, hogy szeressenek valami értelmes foglalkozással eltölteni az idejüket? A viccet persze félretéve, magának a kreativitásnak, ha már arról beszélünk, vannak hatalmas nagy kutatói is. Talán a néhány úriember innen ismerős lehet, a fekete-fehér képen Joy Paul Guilford található, ő egy amerikai pszichológus, aki először foglalkozott a kreativitás fogalmával. Csíkszentmihályi Mihály úr szerintem mindenki számára ismerős lehet, illetve Sir Ken Robinson, aki egy ilyen nagy előadója a kreativitás fontosságának az iskolában. Hogy jön ezekhez a nagy nevekhez, illetve hogy jövünk egyáltalán az MCC-vel, ahhoz, hogy kreativitásról beszéljünk mi. Milyen programot is kínálunk mi a diákok számára? Ezt most nagyon röviden szeretném bemutatni, és akkor utána mondom el a tapasztalatokat, amiket mi használunk, és ahogy mi szoktuk felépíteni ezeket a képzéseinket. Egyrészt, amit már említettem, hogy vannak szombati képzési alkalmaink. Ezek havonta egy alkalommal kerülnek megrendezésre Budapesten. Ez egy országos méretű program, tehát az egész ország területéről, illetve még külhoni területekről is, magyar nyelvű iskolákból, összesen 1800 diákkal dolgozunk mi a mai napon a középiskolás programunkban. Tehát van 1800 diák, magyar nyelvű diák, aki szívesen áldozza a saját szabadidejét arra, hogy nagyon izgalmas társadalomtudományi területeken tanuljon. Egyrészt ezekre a szombati előadásokra, konferenciákra tudnak járni, összesen öt alkalommal egy fél évben, egy szemeszterben. Ezen kívül mi e-learningben operálunk, ezért is tudunk ilyen nagy földrajzi távolságot áthidalni. Tehát elektronikus tananyagaink vannak, és alapvetően egy gazdagító program, típusú tehetséggondozó program vagyunk. Rengeteg programot kínálunk fel, rengeteg kurzust kínálunk a gyerekek számára, és ők válogatják ki maguknak, hogy mi az, ami fontos számukra. Ez egy fontos motivációs elem lesz, amit majd a későbbiekben is felvillantok a diákon. Tanulhatnak nálunk, hogy egy-két példát mondjak, közgazdaságtant, ha már a pénztár konferencián vagyunk. Tanulhatnak nálunk pszichológiát, társadalomtudományokban merülhetnek el. Van nálunk modernkori történelmi kurzus, ami a 20. század történelmével foglalkozik. Nemzetközi kapcsolatokat tanulhatnak nálunk a diákok. Tehát csupa olyan egyetemen is egyébként tovább tanulható tudományterülettel foglalkozunk, ami valamit megmozgat bennük, valamit megtudhatnak a világról pluszban a diákok. Harmadrészt pedig a szombati képzések mellett, illetve az e-learning képzések mellett egy szellemi műhelyként is kívánunk operálni.
Többek között emiatt is veszünk részt konferenciákon, illetve mi is saját konferenciákat, tudományos beszélgetéseket, akár nyilvános vitákat, akár közéleti vitákat bonyolítunk le. Ezen kívül pedig versenyeink is vannak, hasonlóan, hogy a pénztárverseny is megszületik, és az is egy hatalmas elérésű, nagyon-nagyon jó minőségű verseny. Nekünk is van 3 nagy országos versenyünk, amire invitálni szoktuk a diákokat. Tehát emellett foglalkozunk ilyen típusú dolgokkal is. Én összegyűjtöttem néhány ilyen adatot, amit az e-learning rendszerünkből, nagyrészt az e-learning rendszerünkből, illetve az adatbázisainkból tudtam kinyerni. Mi egyébként egy Moodle alapú, ilyen nyílt forráskódú rendszert használunk, akinek vannak informatikai ismeretei, az tudja, hogy a Moodle azért az egy elég körülményes rendszer. Cserébe van egy olyan tulajdonsága, hogy minden egyes kattintást naplóz. Tehát, hogyha egy ember valamit kattint, akkor én ezt vissza tudom nézni, hogy mit kattintott, hol kattintott, mi lett annak a kattintásnak az eredménye. Föltelmes mennyiségű adatról beszélünk, itt 1800 felhasználó esetén minden egyes kattintást naplóz a rendszer, iszonyat. Amire jó ez a dolog, az az, hogy ilyen adatokat tudok belőle kinyerni. Egyrészt ugye mondtam, hogy közel 1800 középiskolás diákunk van. Ezekkel a szombati képzésekkel, valamint a táborainkkal összesen 228 óra iskolán kívüli foglalkozást tartunk. 14 óra és 40 percnyi videótananyagot forgattunk le számukra, és egy fél évben átlagosan, ez egy átlagszám, 337 kurzust, online kurzust végeznek el sikeresen a diákok. Ezen túl pedig azzal, hogy elvégzik a kurzust, egy átlagos diákunk 48 órát tanul nálunk iskolán kívül. Én úgy gondolom, hogy ezek a számok, ezek a statisztikai adatok nagyon megerősítik azt az állításomat, hogy igenis van igény arra a diákokban, hogy számukra érdekes, illetve érdekes, számukra érdekes tartalmakat, legyártott tartalmakat fogyasszanak, akár online is. Nyilvánvalóan ezért úgy gondolom, hogy ez a program így rendben van. Tehát ez egy jó, van rá igény, van rá kereslet, jönnek rá, csinálják. Ez egy szuper dolog. Nyilván nem vagyok én sem naív, és nem gondolom azt, hogy a közösségi oldalakkal, vagy az Instagram celebekkel, vagy az influencerekkel itt versenyben lehetne szállni a szabadidőért vívott harcban. De azt gondolom, hogy akit meg tudunk szólítani, és akinek a szabadidejének egy töredékét tudjuk olyan tevékenységbe forgatni, amiből ő jobb ember lesz, amiből ő okosabb ember lesz, amiből ő jobb diplomás lesz mondjuk, akkor ez nagyon-nagyon megéri. Ezt a történetet csak, hogy előbbi 48 óra adatra reflektáljak egy másik példával. Egy átlagos PC játék, számítógépes játéknak a végigvitele, hogyha elejétől a végéig végig akarjuk játszani, ez egy olyan 30-40 óra játékidő. Tehát fél évente nálunk kijátszanak egy játékot tulajdonképpen ezzel a programmal, amiben részt vesznek nálunk. Jó, mi a titkos recept? Miért csinálják ezt a diákok a szabadidőben nálunk? Nyilván titkos receptek nincsenek, viszont el tudok árulni néhány olyan módszertant vagy szemléletbeli dolgot, ami nálunk az alapvető pedagógiai hitvallásunkban, értékrendünkben benne van, és ezeket szeretném én most megosztani veletek önökkel. Alapvetően ugye a cél az, és a kreativitás is erről szól, hogy egy motiváló közeg megteremtése, amiben a diák tud valami sajátot alkotni. Itt én 4 részre bontottam ezt a történetet. Egyrészt megfogalmaztam egy olyat, hogy kreatív klíma, a folyamatos visszajelzési rendszerek, válogatott szakértőkkel való dolgozás, illetve a közösség, mint az egyik legerősebb motiváló erő nálunk. A kreatív klíma kapcsán nálunk talán a legfontosabb, és itt a szombati eseményeinkre tudok én a legjobban reflektálni. Én nem is tudom, hogy hány rendezvényünkön vagyok túl, de hát szerintem több száz rendezvényt előkészítettem már a diákjaink számára. És tulajdonképpen mindenhol ugyanaz az alap gondolat volt, hogy a nap végére ezek egy ilyen 6 órás hosszúságú konferenciák, 10-től 4-ig tart a diákok számára, és tulajdonképpen minden nap végére valamilyen élménnyel menjen haza a diák, és valamit érezze azt, hogy valamit személyesen bevonódott ő a nap történéseibe. Vele ott valami történjen, neki ott kelljen beszélnie, neki ott kelljen elmondani a véleményét, vagy ütköztetni a saját véleményét másokkal. Ez egyrészt ugye van egy ilyen alpontom, hogy egyéni tanulási útvonal figyelembevétele.
Azt tudjuk, hogy nagyon sokfélék a diákok, akikkel mi dolgozunk. Nálunk nem egy ilyen szűrt rendszer van, hogy nem tudom hány, nem tudom milyen értékű pontszámú IQ-tesztet kell írniuk ahhoz, hogy egyáltalán elkezdjünk velük foglalkozni. Nálunk nagyon sokféle diák van. És mondjuk, hogyha itt határon túli területekre gondolunk, kárpátaljai diákok is vannak, délvidéki diákok is vannak, felvidékiek, erdélyek, ahol sőt van olyan magyar diákunk, akinek lehet, hogy nem is első nyelve a magyar. Nyilván egy esszé megírásában, aki nyelvi hátránnyal küzd, nem biztos, hogy ugyanolyan értékes, vagy ugyanolyan pontszámú esszét tud megcsinálni, viszont nekünk figyelnünk kell arra, hogy neki is adjon valamit a kurzus, neki is mondjon valamit a szombati program, meg annak is, aki a budapesti elit gimnáziumba jár, annak is adjon valamit. Tehát ezt ilyen értelemben gondolom. Nagyon gazdag programkínálatot adunk nekik, rengeteg kurzusunk van, a szombatokat is nagyon sokféleképpen, sok témában szervezzük meg, majd mutatok is példákat. És ugye a produktum. Ugye a hibázás lehetősége még egy fontos dolog. Ha lehet hibázni, akkor egy kicsit nyugodtabb a történet. Nyilván a hibára rá kell mutatni. Az a legjobb, hogyha ő maga reflektálni tud a saját hibájára, és ő keresi meg a megoldást, vagy a tanár segít neki abban, hogy akkor nézzük meg, hogy hol volt itt a kutya elásva. A produktum pedig egy olyan dolog, hogyha szervezünk egy műhelymunkát, akkor biztos, hogy a műhelymunka végén neki ki kell menni prezentálnia, készül egy plakát, készül neki egy marketingterv, tehát valami elkészül egy-két, maximum három órás program alatt. Az állandó visszacsatolásról, ez is talán egy olyan fontos történet, hogy nem csak a diák csatol vissza nekünk a véleményéről, hogy hogyan tetszett neki az egyes alkalom, hanem arra mi is visszareagálunk számukra a legtöbbször. Plusz, ma az oktatónak is elmondjuk, hogy mit gondolt a diák. Ami egy nagyon érdekes dolog, mi azt veszük észre, hogy nagyon kevés oktató várja egyrészt, akik hozzánk jönnek, hogy mit mondott róla a közönség. Mi pedig odaadjuk nekik egy az egybe, cenzúrázatlanul. Még akkor is, hogyha nem tetszett a diákoknak. Nyilván ott meg kell találnunk nekünk is az okokat, hogy ott valószínűleg mi csúszott félre. És az egy dolog, hogy megkérdezzük a véleményeket, és benn van nálunk az információ, vagy még vissza is osztjuk az információt. De utána ez alapján új döntést kell majd hozni a következő rendezvényre, és így ezáltal biztosítva van egy ilyen folyamatos fejlődési spirál. És hát itt 20 év tapasztalatról beszélünk a tehetséggondozásból. Én úgy gondolom, hogy főleg ez a visszajelzési rendszer az, ami miatt folyamatosan tud fejlődni a program, folyamatosan tud reflektálni a diákok igényeire, és emiatt motiváló tud maradni a diákok számára, mert mindig be van csatornázva az, hogy mi az, amire ők kíváncsiak. Tudatos választás a válogatott szakértők esetén. Én szerintem felírtam itt egy ilyen sort, hogy legfontosabb szerep a tanári. Én ez így ragaszkodom, tehát mi nagyon-nagyon megválogatjuk azt, hogy egy adott témában igyekszünk a legjobb tanárt elhívni a témában. És ha jó a tanár, akkor igazából én már szinte biztonságban érzem magam, amikor elkezdődik a program. Ami egy jó dolog szokott lenni, és a diákok nagyon-nagyon rajonganak érte, hogy egy-egy szakértővel személyesen tudnak találkozni, és ez a szombati alkalom, ez nagyon jó. Akár egy egyetemi előadóval, akár egy médiavilágából ismert valakivel, akár az üzleti világból, egy cégvezetővel, vagy vállalkozóval, aki érdekes számukra, és tudnak tőle személyesen tanácsot kérni, beszélgetni, véleményt cserélni, akár az egyetemi tanulmányaira visszagondolni, és akkor tapasztalatot megosztani. Végül pedig a közösség, amit említettem. Itt nagyon-nagyon viccesen felírtam, hogy haverok, buli, fanta. Nyilván azért ezt is ésszel csináljuk. Ami itt a kulcs, hogy hagyjuk őket, hogy jól érezzék magukat, de egy nagyon letisztult szabályrendszer keretein belül, és ez is folyamatosan egyeztetve van velük. Ezáltal létre tudunk hozni egy ilyen nagyon barátságos légkört. És hát az, amikor megtalálják egymással a hangot a közös érdeklődésű diákokkal, az egy ilyen nagyon nagy aha élmény a középiskolások számára. Volt egy diákom, és ez megtörtént eset, hogy így komolyan, téged is érdekel Japán 30-as évekbeli protekcionista gazdaságpolitikája? És így néztünk, hogy, és így egymásra talált két lélek. Tehát, hogy így tényleg félelmetes, hogy mi az, ami valakit be tud indítani, és mivel elég nagy számú a közösség,
egy ilyen szombati rendezvényen 100-150-200 diák ott van, ezért már találkoznak olyannal, akivel valami olyan közös pontot megtalálnak, ami menni fog. És hiába az egyik diák Nyíregyházára jár középiskolába, a másik Zalaegerszegre, akkor is ott lesz a közös pont, és lehet, hogy őket majd egy helyre fogja egyszer sodorni az élet. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez a közösség része talán az egyik legfontosabb a motiváció szempontjából. És ígértem, hogy felvillantok néhány ilyen szombati programunkat. Ez a Facebook esemény az egyik ilyen pontja, amivel meghirdetjük ezeket az eseményeket a diákjaink számára. És ez volt az említett, ami kapcsán a felkérés érkezett hozzám a pénztár konferenciára. Ez a hatékony tanulás, kreativitás, agyhullám, pszichológia. Ezt azért fejtem ki egy kicsit bővebben, mert mégiscsak ez a téma. Itt például Dr. Frany Tamás, agykutató professzor, az MTA egyik alelnöke látogatott el hozzánk az alkalomra, és amikor az egyik legnagyobb szakembertől kapja az ember középiskolás korában az információt, az egyrészt egy nagyon megtisztelő érzés a diák számára, másrészt pedig talán ez adja a legtöbbet számára a tudásban, illetve hát nagyon nagy szerencsénk volt, mert Frany Tamás iszonyatosan jó ismeretterjesztő előadó is, úgyhogy nagyon élvezték a diákok a programot. És akkor még néhányat felhoztam, amikkel szoktunk foglalkozni, érvelés technika és vitatréning, európai parlamenti választások, most a közelgő európai parlamenti választások kapcsán március 16-án tartottunk egy ilyen eseményt, szociálpolitikai kitekintő. Itt a Máltai Szeretetszolgálatnak a vezetője jött hozzánk előadást tartani. Halogatás pszichológiája, ezt ugye szerintem mindannyian jól ismerjük ennek az előnyeit és hátrányait, kifejezetten az egyetemisták nagyon jók benne. Ez ugye mi is a borítóképpen halogatás, majd holnap keresek hozzá képet is, című borítékképet sikerült elkészítenünk. Business marketing kommunikáció, sokszínű történelem, tudomány és technológia, tehát rengeteg nagyon-nagyon színes témákat keresünk nekik, és mindig ezáltal a visszajelzési rendszer alapján, egy kis tapogatózással, szakemberek felkérésével, ez rengeteg idő és rengeteg munka, mire megtaláljuk azokat a szakértőket, akiknek egyrészt jó az időpont, másrészt nincsen olyan felkérési díjuk, amit egy alapítvány nem tud kifizetni, nyilvánvaló, tehát ez egy hatalmas nagy munka, viszont úgy gondolom, hogy a számok, amiket mutattam, annak tükrében magukért beszélnek az eredmények, és hát ilyen diákkal vagy állítással azért viszonylag ritkán találkozunk, de, és mondhatnánk azt, hogy hát ilyen nem létezik, de lehet, hogy mégis. Tehát lehet, hogy mégis ez egy kép egy átlagos KP szombati rendezvényünkről, ott éppen előosztom az észt. És hát rengeteg diák ott szokott lenni ezeken az alkalmakon. Végül pedig zárásként néhány diák idézetet hoztam, hogy hogyan vélekednek erről a programról, amik úgy gondolom, hogy alátámasztják azt a gondolatomat, hogy sikerül nekünk egy olyan környezetet, egy olyan kreatív klímát, egy olyan motiváló közeget teremteni a diákok számára, ahova szívesen jönnek. Ezeket ők írták. Önmagam lehettem, nem féltem, pedig én rendesen tartani szoktam, ha új helyre megyek. Úgy érzem, ez nem a vége, és remek éveket tölthetek majd még az MCC-nél. Alig várom a következő szombatot. Onnan is lehet látni, hogy ezt tényleg diák írtam, mert helyesírásba is van benne, én ezt kijavítottam volna. Nagyon jók voltak a programok, szívesen töltöm itt a szombatjaimat, nagyon értelmesek és szórakoztatóak az MCC KP szombatjai, a közösséget szerettem, szívesen jövök máskor is. Mindenki nyitott volt, bármiről lehetett beszélgetni, rendezők is jó fejek voltak, csak pozitív élményem maradt meg, örömmel fogok visszagondolni, és izgatottan várjuk a következőt. És végül pedig egy szentimentálisabb megfogalmazása a dolognak, olyan ez a program, mint a szél, ha élünk a lehetőséggel és felfekszünk rá, akkor akár az egekbe is tud repíteni. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm. És hasonló pedagógiai élményeket kívánok önöknek is. Köszönöm szépen.